Hát adnám igazából a szót egy picit Antinak, tehát úgy beszéltünk meg ezt a kis előadásunkat, hogy ő az ekvádori kalandjainkat fogja most elmesélni, illetve Ekvádorról, illetve Ekvádor fővárosáról, Quitóról, ami szintén tehát 2850 méteren fekszik Quito, Ekvádor fővárosa, és erről fog egy picit mesélni. Szerintem el is indultunk. Hát nekem most nyílik alkalma, meg is szeretettel köszöntök mindenkit, és hát akkor folytatnám is. Tulajdonképpen Ázsiában egyébként fél évet töltöttünk, és negyed évet Dél-Amerikában, teljesen különböző világ. Dél-Amerika építkezésében hasonló a városokat tekintve, mint Európa, de mégsem ugyanolyan érzése van az embernek, illetve az egész hangulat az ugyan sajátos. Quitóban tudni kell Ekvádor fővárosában, hogy a közbiztonság az nagyon rossz. Tehát igazából vannak bizonyos helyek, itt aludtunk ezen a környéken, a belváros tökéletesen biztonságos azért, mert igazából kalasnyikóval állnak a rendőrök így körbe a belvárosba, ravaszon az ujjuk, és akkor így úgy mondom a turistákat őrzik. De például ennél a dombnál, amit itt lehet látni, mondták, hogy már a dombra ne menjünk nappal se, a domb után meg pláne, és igazából éjszaka meg a belvárosba se sehová, de is tudni kell, hogy a helyiek is, tehát ahogy besötétedik, mindenki eltűnik az utcáról, csak a bandák maradnak elől, és hát az igazából biztonságos hely, ha az ember betartja a szabályt, hogy sötétedés után nem menjen az utcára. Hát nekünk ezt nem sikerült. Népsűrűség is eléggé elképesztő, mert hát ugye Budapest az 590 négyzetkilométer? 525. És ugye alakja mondjuk durván két. Tehát itt lehet látni, hogy mondjuk mennyivel másabb mondjuk egy külterület kinézetel, mint mondjuk a belvárosé, tehát ahol szegényes házak vannak. Itt az 290 négyzetkilométer, és szintén ugyanannyi alaknak, mint Pesten. Tehát felakra a terület, és ugyanakkor a lakosság száma. Így van, hát egy völgyben terül el az egész város, és igazából innen terveztük azt, hogy akklimatizációs túrát fogunk tenni a Pichincha vulkánhoz, illetve még előtte Quito fölött volt egy park, ahová jutottunk. Ott szerettünk volna még egy rövidebb időket eltölteni, pont abból kifolyólag, hogy utána a Chimborazót meg tudjuk mászni, ami 6310 méter magasan van. Quito magassága nem elég, ugye ez a 2850 méteres magasság, tehát ott nagyon nagy a különbség a 6310 méterhez, és igazából a Pichincha vulkán is 4700 méter, tehát még ott is volt egy olyan határ, amire azt mondtuk, hogy szeretnénk minél több időt ott tölteni. Itt egy elég érdekes momentum volt, föl lehet menni elég sokáig 3800 méterig felvonóval, és maga a túra a vulkán tetejéhez az egy könnyű túra. Tehát a tetején mondjuk vannak sziklás részek, de egy teljesen egyszerű túrázó ember, aki nem járt különösebben hegyekbe, ő is föl tud sétálni. Néha mondjuk kellett használni a kezünket is, de azért nem mászás volt, csak annyi, hogy ott már sziklás volt teljesen a talaj. Egy nagyon kitaposott terület. És hát vicces az egészben, hogy mi azt terveztük, hogy majd valahol, hát ha sikerül aludnunk ebbe a magasságba, hogy az éjszakát ott töltsük az akklimatizáció miatt, hogy talán a felvonóházba megengedik majd, hogy ott alszunk, vagy valahol, és mivel a spanyolból nem sikerült túlságosan felkészülnünk, angolul beszélünk, egy cetlit raktam a zsebembe, amire fölirattam a városba egy lányjal, hogy a hegyen szeretnénk tölteni az éjszakát, vagy hát hogy a hegyen kell töltenünk az éjszakát, igazából ezt írtam rá, és hogy tudnak-e nekünk segíteni ebben. Hát az ötletlő ott lapult a zsebemben, és felértünk tulajdonképpen erre a részre, ahol látszik is, hogy gyönyörű szép időjárás, látszik a völgybe az egész város, szinte mindent láttunk kristálytisztán. Persze azt is láttuk, hogy azért tehát ebben a magasságban változik mindig a táj, tehát pillanatok alatt történhet vihar, itt megállt a felvétel. Tehát amit a háttérben látnak, az a baloldali hegycsúcs, az a Cotopaxi vulkánnak a csúcsa, innen látszódott, csak nem látszik ugye már a teteje. Tehát az egész völgy igazából egy ilyen vulkáni völgybe van lent. A réteg vulkánok határolják igazából az egész fővárost. Tehát igazából itt látszik az a rész, ez Quitónak már nem teljesen a belvárosa, amire innen ráláttunk a felvonótól.
És ugye innen indultunk arra a részre, tehát ilyen kitaposott utat kell elképzelni, ahol igazából az ember, úgy mondom, hogy a mi fejünkkel, ahogy gondolkodtunk, hogy el sem ronthatjuk az utat. És hát az öltözékünk is egy könnyű túrához mérten, ahogy látják, egy igazából egy letipzározhatós nyári nadrág, egy póló és egy ilyen vékonyabb szélálló kabát, vagy hát egy pulóver volt rajtam, Attilán is csak egy vékony hosszújú, illetve egy nadrág. Gondoltuk, felszaladunk, kis időt ott töltünk, aztán valahol alszunk. Hát itt már látszódott azért, hogy ugye ezek a felhők nagyon gyorsan tudnak mozdulni ide-oda, és ahogy néztünk a csúcs felé, már azt is láttuk, hogy az a csúcs kezd felhőbe burkolózni. Igazából amikor föléltünk a csúcsra, akkor hát gondoltuk, közben megkérdeztük, és nem sikerült megoldani, hogy mi a felvonóházba aludjunk, tehát mindenki szó se lehet róla. Hát mi akkor gondoltuk, hogy hát megpróbálunk akkor itt egy kicsit elidőzni a csúcson, ez volt az első hiba. Hát ugye azért a hegymászásban az egy alapvető szabály, hogy a lehető legrövidebb időt töltse az ember a hegyen. Persze ez nem mehet a biztonság rovására, de olyan nincsen, hogy az ember időzget a csúcson. Hát igazából mi ezt megtettük, 2 óra hosszát töltöttünk ott, és itt igazából amikor a fotókat elkészítettük, látszik, hogy hát mögöttünk nem látszik semmi. És a következő felvételen pedig azt is lehet látni, ahogy már gomolyog a felhő, elindítod? Tehát ahogy gomolyog a felhő igazából már a mögöttünk lévő sziklán, ahol szinte tehát egy pár méter távolságból már alig látszik például az a felirat ott a csúcson, és hát viszonylag rövid idő elteltével, mondjuk már így ebből a távolságból nem láttuk egymást Attilával, és itt történt igazából az a rész, hogy így megálltunk, és akkor menjünk le. De ugye, mint említettem, a teteje teljesen sziklás volt, és a lábnyomaink már, meg az út onnan nem látszódott, és ebbe a tejfölködbe, hát rossz utat választottunk lefelé, eltévedtünk. Itt volt igazából a másik hiba, mert elindultunk ezen a sziklán, és gondoltuk, mind a ketten mondtuk, hogy innen jöttünk, az biztos innen jöttünk, és amikor leértünk a sziklához, meg volt a kitaposott ösvény, azt határozottan láttuk, ugyanolyan út, mint amit a felvételen itt láttak, és igazából eszünkbe se jutott tájékozódni. Ez volt a következő hiba. Mert igazából még ráadásul iránytű is volt nálunk, és folyamatosan odafelé nézegettük az irányokat, meg minden, de egyáltalán nem fordult meg a fejünkben, hogy nekünk most iránytűt kéne nézni, mikor ugyanúgy ott volt az ösvény, és már vagy 2 órája gyarogoltunk azon az ösvényen, amikor arra gondoltunk, hogy hát ez lehet, hogy mégsem a jó irány volt. És akkor ugye ránéztünk az órára, és hát azért nem fordultunk vissza, hogy menjünk újra csúcsra, meg megint akkor egy másik utat megkeresve a felvonóhoz, mert azt számoltuk ki, hogy hát nem biztos, hogy visszaérnénk a felvonó zárásáig, akkor meg már oly mindegy. És hát ezen az úton folytattuk az utat. Elkezdett szakadni az eső, 4200 méter fölött voltunk még akkor is, és igazából... Hát folyamatosan gyalogoltunk, hát ott a csúcson megettük az utolsó csokinkat, akkor már nem volt mit ennünk, és hát nem voltunk túlságosan bőven felszerelkezve vízzel sem, hát erre a túrára vittünk oda-vissza, úgyhogy végülis vízünk is onnan volt már a hosszadalmas gyaloglás után, mert tulajdonképpen összes 12 órát gyalogoltunk itt, hogy az esővizet gyűjtöttük össze a sziklákról, és azt hittük meg. Hát ugye itt Dél-Amerikában a csapvíz meg egyebek nem iható, de úgy gondoltuk, hogy elég magasan vagyunk ahhoz, hogy hát, ha nem olyan szennyezett az a víz, és hát azt hittük. És hát közben ránk is esteledett. Ugye ez volt a következő probléma, mert itt mi elindultunk torony iránt. Tehát volt egy pillanat, amikor ugyanúgy, ahogy az előzőképpen lehetett látni, tehát akkor a tejfölködben egy helyen így megnyílt a felhő, és leláttam, hogy ott van Quito, és akkor így mondtuk Attilával, hogy akkor arra torony iránt, de hát akkor már nem volt út. Tehát akkor az az út már meg is szűnt, amin jártunk, és igazából már csak ilyen bokrokon keresztül, meg füvön, tehát árkompokon úgy haladtunk mindenen keresztül, és nagyon sokszor azzal ment el időnk, hogy zsákutcába futottunk. Eljutottunk valameddig, és akkor kiderült, hogy hát itt van egy sziklafal, ami nem tudunk átugrani, vagy mondjuk kereszteztünk egy folyót, ahol nagyon sok víz volt, és nem tudtunk átkelni rajta, és akkor visszafordultunk,
és újra egy újabb, tehát másik irányt kellett keresnünk a város irányába. És persze onnan azért azt is láttuk, hogy az, ahová meg fogunk érkezni Quitóba, az nagyon messze van a belvárostól. Tehát mondjuk körülbelül úgy kell elképzelni, mint amikor így Budaörsről, így már esetleg el tudja képzelni az ember, hogy valahol hol világítanak a parlament fényei. Tehát nagyjából abban a távolságban érkeztünk meg a fővárosba. Ez volt egyébként ez a terület. Tehát ez nem akkor készült, mert közben este 10 lett, mire odaértünk. És akkor örültünk, hogy na hát végre azért megtaláltuk, volt bennünk aggodalom, hogy mi lesz, ha lemegyünk, közbiztonság hasonlók. Éppen emiatt nem mertünk lámpát használni, fejlámpát, és igazából a sötétbe botorkáltunk akkor már jó ideje. És akkor leértünk egy részhez, megörültünk, hú, nagyon jó, jön is egy autó, világít, de jó, jön még egy másik autó, és nézd, lövik egymást. Tehát ugye ez volt az a pillanat, amikor így irány vissza az erdőbe, és hát mondtuk, hogy hát akkor így nagyon gyorsan, tehát az erdőben nagyobb biztonságban vagyunk, csak akkor meg már azt is biztosan tudtuk, hogy nem állhatunk meg, mert meleg nem volt, tehát olyan 2-3 fok lehetett. Minden ruhánk, az a pár szál, ami rajtunk volt, az át volt ázva teljesen a szakadó esőben. Igazából már nyakig sárosak voltunk, mert többször is elestünk ilyen vörös, sáros, iszapos területeken a sötétbe csúszkáláskor. És amikor itt visszafordultunk az erdőbe, mert 12 órája mentünk, és még mindig nem tudtunk 4200 méter alá kerülni, akkor történt az, hogy nekem kifordult a térdem. Megcsúsztam egy domboldalon, és hát igazából nem is nagyon tudtam fölkelni. Attila akkor éppen nem is volt ott, mert utat próbált keresgetni, hogy merre menjünk, mondta, hogy akkor addig maradjak ott, és mire visszajött, azzal fogadtam, hogy hát ez. El kell mondjam, de a lábam oda van. Ő akkor szerette volna felajánlani, hogy víz. Mondtam, hogy szó sem lehet róla, mert még ki tudja, mennyi erejére lesz szükség, hogyha leérünk a városba. Aztán végül is a túrabotomra támaszkodva meg Attilára, még másfél órát biccegtem így fél lábom, és mondtuk, hogy lesz, ami lesz, visszamegyünk oda a városba, ahova kinéztük, csak elmentek onnan azok az autók. És igazából ahová leértünk, az egy nyomornegyed volt konkrétan, tehát az az igazi nyomornegyed, amikor mondjuk nem mindenhol van téglafal, van ahol csak ilyen tákolt fából, fémből házfalak, vagy nylon ablakok, vagy esetleg pokróc ajtó. Tehát mondjuk tényleg ilyet kell elképzelni, döngölt padló, és mi gondoltuk, hogy hát majd Sutyomba lemegyünk, ez volt este 10-kor, megpróbálunk minél halkabban, útot nem volt egyébként, tehát másztunk át telkeken mindenhol, árkon, bokron, és egymerő sárba, mert ott igazából, ahogy fölázott a talaj, ilyen, hát így kb. Idáig érő sárba gyalogoltunk. És mögöttünk volt ugye 1000 méter szint megtétele fölfelé, és több mint 2000 méter szintet már jöttünk le, hogy le kellett mennünk 4600 méterről 2850-re. És mivel már elég régóta nem ettünk, inni is csak azt a pár kortyot, amit a szikláról így összegyűjtöttünk, már ugye eléggé az erőnk vége felé voltam, pláne nekem azért a fájdalom egyre többet vett ki az erőmből. Tehát már ilyen határeset volt így az erő szempontjából, hogy most akkor mi lesz velünk. És hát ott tartottam, ugye, hogy hát halkan szerettünk volna lemenni, most hát kutya az volt, és az összes elkezdett ugatni. Úgyhogy nem tudtunk titokba lejönni, és hát így láttuk, hogy így jövögetnek ki az emberek a házakból, és hát így azt se tudtuk, hogy hova bújjunk el a föld alá, vagy mi legyen velünk, hogy senki ne vegyen minket észre, és amikor odaértünk az egyik telekhez, akkor én láttam, hogy 20 méterre ott áll valaki, és hogy vele feltétlen találkozni fogunk. Hát talált nekem, és amikor megfordult, így megláttam az arcát, és így megnyugodtam. Azt nem tudom megmondani, hogy miért, de úgy éreztem, hogy ő a védőangyalom. De hát ez most így lehet, hogy érdekesen hangzik, de amikor megláttam az arcát, ez volt az első gondolatom. Egy nő volt, Doloresnek hívják, megkérdezte, hogy mégis mit keresünk itt. Megmondtuk, hogy mi szeretnénk lemenni a központba, a centrumba. Hát a spanyolul nem nagyon beszéltünk, ennyit mondogattunk, hogy le a centrumba. Ő meg ennyit mondogatott, hogy nem. Hogy a centrumban nem mehetünk le, mert nem fogunk tudni lemenni most este, tehát hogy nem nagyon éljük túl. És hát volt neki egy ilyen kis madzaga, hát a kerítésnek nevezett valamikön, és így kinyitotta, és mondta, hogy ide be, hogy hozzám, és mondta, hogy itt tartotok.
És beértünk hozzájuk. Egyébként az ágyából szállt ki, tehát este 10 volt, tehát így látszódott, hogy kihajtva a takaró, ahogy kiszállt a kutyák ugatására. Bent a hátmán 7.-8. hónapban lehetett a lánya akkor a babával, illetve volt még egy olyan 2 éves forma kisfiú a házban. Amikor megérkeztünk, hát egy döngölt fekete föld padlót kell elképzelni, tűzrakás a sarokban, és 2 fa volt, amin voltak így edények, serpenyők, és akkor ott gyorsan csinált nekünk, melegített nekünk tejet meg cukrot. Mert vizet kértünk, de mondta, hogy vízük az nincsen, viszont van egy tehenük, és a tehéntől van tej, és akkor az gyorsan fölforralja, meg tesz bele cukrot, lát, hogy elég gyengék vagyunk. Gyorsan mondta, hogy vetkőzzünk le, adott száraz holmit, hát direkt így mondom, hogy holmi, mert nem igazából olyan ruhák voltak, tehát az oknit mondjuk úgy kell elképzelni, amikor 2 anyag csak így össze van varva, és akkor azt ugye idáig föl lehet húzni, inkább mint régen, amikor így a csizmába a kapcát belehúzták. Még emlékszem, a gyerekkorom lapú is használt ilyet, de inkább arra emlékeztetett. És hát igazából itt ő mondta, hogy itt fogunk aludni, mondta, hogy ott az ő ágyában, mi mondtuk, hogy jaj, nem, nem, tényleg nekünk a földön is nagyon jó lesz, bútoraik nem voltak, így a ruhák, tehát egy székük volt, meg egy asztaluk, és 2 ágy. Tehát ott az asztalra voltak így felkupacolva azok a ruhafélék, amiket hordtak, a székre engem ültettek le, mert már alig álltam, és akkor mondta, hogy nem alhatunk a földön, hanem mi az ő ágyába fogunk aludni. És akkor átfeküdt a lányához, tehát ők aludtak ott 3-an, úgyhogy a lánya ekkora pocakkal, meg a 2 éves kisfiú és ő, mi meg 2-en a másik ágyban, hát így mind a kettőnknek jártak a gondolataink. Nem tudtunk lemenni, megpróbáltak egyébként segítséget kérni, telefonjuk volt, ez mondjuk érdekes volt. De hát először a rendőrséget felhívták, hogy így valaki esetleg segítene. Hát a rendőrség azt mondták, hogy ide ők nem jönnek, majd reggel. Utána próbáltak taxit hívni, a taxis ugyanezt mondta, hogy ide biztos, hogy nem, majd reggel. Végül pedig egy barátot próbáltak meg felhívni, aki azt mondta, hogy nagyon szívesen reggel. Tehát nem is nagyon volt más választás. Most hát éppen, hogy világosodott, mi már nagyon indulhat nélkünk volt. Mert hát Attilának járt az egészen a feje, hogy most milyen hibákat követtünk el, hogy mennyire alaphibákat rontottunk el, hogy ide kerültünk, meg hogy mennyire rosszabbul is elsülhetett volna. Hát én meg igazából a térdfájás miatt nem aludtam. És reggel, hát ahogy felkelt a nap, kaptunk egy-egy tojást, valamilyen gyümölcsöt nem ismertem föl, valamilyen ottani, földarabolva, meg egy-egy pohár tejet, ezt megettük, ő Dolores egyébként, és ez az a hely, ahol lejöttünk, csak ezt a képet utólag szereztük Doloresből, tehát ez volt az a rész, ami jó időben lépcsőnek van kialakítva, de egyébként abban az esős sáros időben egy ilyen dagonya volt, ahol lejöttünk, és itt laktak ők, nekik mondjuk legalább a fal téglából volt, de az ablak nylonból, és ilyen botokkal támasztották be az ajtót. Egyébként az unokája van a hordkendőbe rajta, becsomagolva. És reggel, amikor felébredtünk, tehát amikor megettük a reggelit, és így mondta, hogy akkor indulunk és levisz minket, igazából így akkor tudatosult bennünk, hogy ők nem ettek. Tehát, hogy amit így nekünk adtak, az az ő reggeliük volt konkrétan. Tehát ilyen hihetetlen érzés volt és tapasztalat, ez volt a WC. Tehát itt ugye ide be lehet bújni, és akkor így néha kifertőtlenítik. Tehát igazából egy hihetetlen érzés volt az, hogy ezeknek az emberek így semmiük nem volt, de az, ami éppen csak az alapszükségletüket jelentette, azt is odaadták. Tehát egy hihetetlen érzés, ő már a nagyobbik unokája, akit felvettünk menet közben. Hát egyébként, amikor nappal lekísért, az egész utca kivonult, és így nézett minket. És szerencsére velünk volt, és itt találkoztunk egy barátjával, aki autóval elvitt minket a központba. Mi hát szerettük volna meghálálni a segítséget, ott helyben nem tudtunk nekik semmit sem adni, mert alapszabály Ecuadorban pont a közbiztonság miatt, hogy annyi pénz legyen nálad, amit aznap elfogyasztasz ételre, italra.
aztán semmi több, és mi szerettünk volna nekik segíteni, ha már ők is segítettek. És hát mondtuk Doloresnek, hogy jöjjön el velünk, ahol mi alszunk, mert hogy ott vannak a cuccaink. Nem, ő nem jön, mert ő megy a kórházba, meg ment vele az unokája. Aztán nagy nehezen mondtuk, hogy de a ruhákat szeretnénk visszaadni. És akkor így rábeszéltük, hogy jól jöjjön el velünk, és akkor ott adtunk tulajdonképpen egy olyan összeget nekik, ami nekünk azt mondom, hogy nem volt megerőltető, de ők azért valószínűleg egy pár hónapig éltek belőle. Tehát úgy az egész család. Tehát itt mondjuk úgy kell elképzelni, hogy ilyen 5 dollárból él egy család. Tehát egy nap az ilyen az egész család étel minden bele számítva. És hát amikor megérkeztünk a szállásra, akkor így kipakoltam a cuccaimat, a sáros, vizes ruhákat, és így kivettem a cetlit a zsebemből, és így mondtam, hogy igen. Tehát nem pont így gondoltam a hegyen való tartózkodást, de sikerült 4000 méter fölött igen sok időt eltölteni, és ott töltöttük az éjszakát valóban, tehát lehet, hogy nem elég pontosan fogalmaztam meg, amit szerettem volna a cetlin, de végül is megvalósult, és szerencsésen lett vége, tehát az, hogy a lábam úgy alakult, ez egy dolog, de ettől függetlenül szerencsésnek éltem meg. Utána tulajdonképpen már az a rész következett, amikor autóba szálltunk és elindultunk a Chimborazo felé. Itt mondjuk az volt ennek a következménye, hogy én nem tudtam elindulni Attilával a Chimborazo megmászására. 5000 méterig tudtam vele menni, mert viszonylag elég magasra, 4800 körül még föl lehet menni autóval, és igazából ezt a 200 métert mondtam, hogy fél lábon is megteszem a menedékházig. Tehát én ott vártam, hogy Attila visszaérkezzen a Chimborazo túráról, és azt pedig ő fogja elmesélni. Még előtte tényleg egy néhány gondolatot ezekhez a fotókhoz szeretnék hozzáfűzni, hogy ezeket a fotókat körülbelül egy éve kaptuk a Doloreséktől, és az olyan formán történt, hogy pont a couchsurfingen keresztül jött hozzánk egy spanyol srác, aki ott aludt nálunk 2 vagy 3 napot egy ilyen nyári hétvégén, és ő eszembe jutottak a Doloresék, hogy mi lenne, hogyha valahogy, tehát akkoriban egy certire a naplomban felírtam a telefonszámukat, de soha nem beszéltünk vele utána. És megkértük a Nordinho, úgy hívták az a spanyol srácot, aki ott volt nálunk, és pont így bográcsoltunk az udvaron, és megkértük, hogy hát próbáljuk már meg felhívni őket, van egy ilyen telefonszám, beszélsz olyan spanyolul, és akkor próbáljunk velük beszélni. Felhívta őket, és felvette a telefont a Mária, aki éppen akkor volt várandós ugye a kisbabával, és nagyon érdekes lehet, akkor el is könnyeztük magunkat este, de hát mondta, hogy a Doloresz, aki megmentette, én úgy fogalmazok, hogy az életünket mentette meg szerintem, tehát ő meghalt. Tehát ő már nem él a Doloresz, és megkértük, hogyha tényleg úgy lesz lehetőség, akkor tehát itt nem tudtunk fényképezni, eszünkbe se jutott a fényképezőgépet elővenni, és akkor ők küldték ezt a néhány képet így e-mailbe a házukról, meg ugye a családjukról. Tehát úgy kerültek ezek a képek hozzánk, ebbe a házba töltöttük az éjszakán. Ez volt egy ilyen érdekessége a dolognak. Tehát igazából itt ugye megtörtént az akklimatizációs túra. Nagyon fontos az, hogyha az ember egy 5-6000 méteres hegycsúcsot szeretne meghódítani, megmászni, akkor a legtöbb időt az akklimatizáció veszi igénybe. És itt már úton voltunk egy helyi ekvádori srácsal, akivel szintén ott Quitóban ismerkedtünk meg. Tehát ő már volt fönt a Chimborazón, tehát őt kértem meg, hogy jöjjön el velünk, és ilyen túravezetőként segítsen a mászásba. Tehát mi nem vittünk ugye magunkkal a hegymászó felszerelést, hanem ott Quitóba, egy ilyen hegymászóboltba béreltünk kötelet, jégcsákányt, hágóvasat. Olyan hágóvasat béreltem, amit a bőr bakancsomra rá tudtam kötni, egy ilyen kötözős hágóvas volt, amivel ugye elindultunk. És itt útközben kaptunk egy defektet, itt ezzel elment egy óránk, de a defekt kijavítása után már azonnal tudtuk folytatni az utat. És ezen nem lepődtünk meg, mert minden országba kaptunk defektet. Ja, mindig volt szinte valamilyen defektünk. Ezen a képen látható a Chimborazón legutolsó ház. Ez a Wimper menedékház. A Edward Wimperről nevezték el, 1880-ban mászták meg legelőször a Chimborazót, előtte
egy 50-60 évvel ezelőtt, azelőtt próbálkoztak már, többi kísérlet volt a simborázó megmászásával, de nem volt sikeres mászás, tehát Edward Whymper volt a legelső, aki 1880-ban ezt a csúcsot megmászta. Nem hitték el neki akkor, tehát voltak ilyen kétségek a felől, hogy felértek volna, de még abban az évben egy teljesen más útvonalon ezt a mászást megismételte, és azt már elismerték neki, hogy ő volt az első megmászója a Chimborenzónak. Nagyon sokáig ugye a Chimborenzót hitték, amikor nem voltak ugye műszeres mérések, Chimborenzót hitték a Föld legmagasabb hegyének, de nyilván amikor elkezdték felfedezni az Andok egyéb és a Himalája más csúcsait, ez bebizonyosodott, hogy nem ez a legmagasabb helycsúcs a világon, de az, az érdekessége, hogy a Földnek a középpontjából a Chimborenzónak a csúcsa van a legtávolabb. Tehát ugye a Mount Everest a legmagasabb helycsúcs, de a Föld középpontjától mérve a Chimborenzónak a 6310 méteres csúcsa az esik a legtávolabb pont, ami elérhető. Nagyon érdekes volt ez a mászás. Az miatt, mert ugye, amikor odaértünk, olyan szinten ítélet időt fogtunk ki, hogy sokszor a nyári időszakban, tehát itt télen másztuk meg, egy kicsit majd áll is megmondja a képet, tehát télen másztuk meg a Chimborenzó téli körülmények között, de ha valaki volt fönt esetleg önök közül, mondjuk akár egy Grossglocknert nézünk Ausztriába nyáron meg télen, tehát hogy milyen szinten más arcát mutatja egy hegy. Nyáron egy könnyed, viszonylag könnyed, nem azt mondom, hogy könnyű, de egy viszonylag könnyed túra, de télen meg egy nagyon komoly mászás a Glocknerre is felmenni. És hasonlóképpen van a Chimborenzó is. Nyáron igazából turisták hadai mennek fel a Chimborenzóra, de téli körülmények között egy elég nehéz mászás, tehát megtűzdelve függőleges jégfalakkal rengeteg gleccser van, amit meg kell tenni. És a mászásnak az a legnagyobb nehézsége, hogy 5000 méteren helyezkedik el a Whymper menedékház, tehát itt lehet látni lent a házat, és a csúcs az pedig 6310 méteren van, tehát téli körülmények között a mászás az ugye 1310 méter szint, tehát 1310 méteres szintet kell megküzdeni a hegymászónak, amíg fölér, és ez az 1310 méter, ez egy 7 kilométeres szakasz, tehát a hegymászás szempontjából egy hosszú szakasznak számít, tehát 7 kilométert megtenni, az egy viszonylag hosszú mászás, és az még a nehézség az egésznek, hogyha az ember eléri a mászása során ez a The Castle, ez a bástya nevű sziklafal rész, amin egy ilyen traverzával lehet átmászni, és télen semmilyen biztosítási lehetőség nincsen, és itt van a több száz méteres sziklafal lefelé. Itt csak tényleg az ember elejében és a mászó társában sem annyira, mert ha egyik leesik, akkor ott azon a részen magával rántja a biztosító embert is. És ezt a falrészt csak úgy lehet megtenni téli körülmények között, amikor ez a falrész stabilan fagyott állapotban van, ez nagyon potyog. Tehát annyira zuhognak lefelé a sziklatömbök meg a jégdarabok erről a falról, tehát hogyha már elkezdi sütni a nap, akkor ezen a falon nem lehet már átjutni, mert veszélyes. És ez miatt éjfélkor kezdtük el a mászást fejlámpák fényébe, tehát ilyen ettünk egy nagyon könnyű reggelit, vagy könnyű vacsorát, valami tésztát főztünk itt a menedékházba, és éjfélkor kezdtük el a mászást. Öten tartózkodtunk ott akkor a házba, hát mi voltunk ugye hárman, Andi, illetve a mi kísérőnk, és ott volt még egy másik német hegymászó az ő saját kísérőjével, és úgy hívják ezt a mászásba, hogy két külön kötélpartba, tehát én az én kísérőmmel, a Jamie Vargas, úgy hívták az ekvádori kísérőt, Jamie-vel mentünk együtt összekötözködve egy kötélen, és a német hegymászó meg a másik társával indult el. Ők előbb indultak reggel olyan negyed órával, tehát mi negyed órával később indultunk el. Amikor mi kiléptünk a meredékházból, akkor a fejlámpáik apró fényét így még láttam magam előtt. És maga a mászás az úgy zajlik, hogy az ember egy könnyed gyaloglással eléri az 5250 méteren fekvő alsó szikla részt, tehát ez a része a hegynek, ami 5250 méteren van, és itt vettük fel a hágóvasakat, és itt kellett már a jégcsákány segítségével menni. Tehát igazából 1000 méter szintet úgy tesz meg az ember, hogy hágóvassal és jégcsákányon lehet már a sziklákon feljutni. Ami a nehézség az volt, hogy teljesen olyan szintű hóesés kezdődött, tehát amikor a mászást elkezdtük, akkor csillagos volt az égbolt, és olyan szinten lehetett látni a
a csillagokat, gyönyörű szép idő volt, a szél az erősen fújt, de kristályt vissza volt az idő, és itt is egyik pillanatra a másikra egy ilyen viszintes hóesésbe váltott át az időjárás, és ha egy picit eltávolodtam a sziklafaltól vagy a hegytől, akkor olyan érzésem volt, mint a taszítana lefelé a szél. Annyira erős szél támad fel. És az volt mondjuk érdekes látvány, amikor a csillagokat még lehetett látni, amit csak nagyhegyen tapasztalt meg az ember, akkor elér egy ilyen 5000-es magasságot, hogy körülnéz, és akkor a láb alatt is csillagok vannak. Tehát nem csak az ember a feje fölött látja a csillagokat, hanem már érvényesül a Földnek a formája, és az ember így maga alá, vagy maga mellé néz, vagy maga alá néz, én ott is láttam a csillagokat körülöttem. Egy gyönyörű szép látvány volt, illetve amit én még láttam a fejlámpa fényébe, az csak az volt, hogy ahogy előttem a Jamie másztotta a sziklát, néha hágóvas, ahogy megcsúszott a sziklákon, az szikrázott néha egyet-egyet, és mindig azt figyeltem, és abban mélyedtem el, hogy néztem a szikrázó hágóvasának a fényét, és nagyon monotonan, nagyon lassan, de haladtunk felfelé. Olyan másfél-két órás mászás után utolértük a német hegymászót, és ők úgy döntöttek, hogy olyan szintű az ítéletidő, és annyira csúszósnak, veszélyesnek ítélték meg a hegyet, hogy ők a visszafordulás mellett döntöttek, és ez abszolút egy elfogadott szabály a hegymászásban, tehát hogyha egyszer az ember eldöntő, hogy visszafordul, akkor tehát ők lementek a hegyről. Nem véletlen mondja a vicc is, hogy ki a jó hegymászó, az öreg hegymászó. Igen, tehát ők visszafordultak, és mi úgy döntöttük meg Jamie-vel, hogy folytatjuk a mászást, és mentünk tovább. Áttravelzáltunk a Bástya nevű sziklarészen, és utána volt egy olyan szituáció, hogy akkor kellett még egy döntést hoznunk, hogy a csimborázó téli viszonyok között, illetve a nagy hegyek is szinte óráról-órára változtatják a formakincsüket, óráról-órára változik a hegynek az arca. És egy olyan helyen, ahol igazából egy gleccsernek kellett volna lennie, egy gleccsernek kellett volna kezdődnie, a hó meg a jég kialakított egy ilyen 2-3 méter magas függőleges jégfalat, ami igazából a jégfal alatt semmilyen biztosítási lehetőség nem volt, és a jégfalnál meg egy ilyen, tényleg egy ilyen 300 méteres szakadék kezdődött, és ezt a jégfalat kellett megmásztunk, akkor értünk ki a gleccserre. Ezt is megmásztuk, és akkor kiértünk a hegynek a gleccserére, onnan igazából egy nagyon-nagyon monoton túra vezet föl a hegynek a tetejére, egy ilyen 45-50 fokos dőlésszögű jéglejtő, és ott az ember igazából tényleg minden lépésével megküzdve megy fölfelé. Ott az ember a hegymászó teljesen kizárja már a külvilágot magától, tehát ott nem is gondoltam tényleg semmire, csak az ember monotonul lépked, és arra vágyik, hogy megérezze a csúcsérzést, amikor az ember felér, és kilátása volt semmi, mert viszintesen szakadt a hó, tehát ilyen képeket tudtunk a csúcson készíteni. Itt egy picit lehet, hogy lenyomom a villanyt, tehát nem egy analadó, de igazából ez volt ilyen szinten fújt a szél, meg volt fagyva a ruhánk, a szakállunk, tehát amikor ledörzsöltem a kamerának a kijelzőről a jeget, akkor körülbelül ilyen 5 másodpercig tartott az, amíg visszajönk kötözködni. Ilyen mély volt a hó a csúcson, és körülbelül tényleg ilyen 10 másodpercig tudtam a kamerát tartani, mert abban a pillanatban befagyott a kamerának a lencséje. Tehát ez igazából a csimborázónak a csúcsa. Ennyit tudtam videózni, mert itt már ugye befagyott azonnal a lencse. De ennek ellenére, tehát akkor azt az érzést, amit ott megéltünk, hogy ugyanazon a ponton állhatok, mint a 1880-ban a Wimper testvérek, és ebben a pillanatban akkor én voltam a legtávolabb föld középpontjától, tehát meg az az érzés, hogy ezt megtettük ilyen fizikai körülmények között, ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy ezt a hegyet megmászhattam és meghódítottam, de ugye a hegynek a megmászása az közel sem az a mászásnak a vége, mert ugye itt még lefelé is önerőből le kell jutni, és szintén 1310 méterre volt lefelé a hegyből, és mi ezt az utat akartuk megmászni, a lefelé vezető útnál kikerültük a Bástya nevű sziklarészt, és megpróbáltuk elkerülni egy ilyen lefelé vezető gleccseres részen. Hát mondhatom azt, hogy ha nincsen ott velem a Jimmy, akkor úgyhogy már utólag nehéz gondolkodni, de én azt mondom, hogy egyedül nem lettem volna képes lejönni.
Tehát olyan szintű fáradtságot éreztem, tehát amikor felértem a csúcsra, akkor életedett igazából az a dolog, hogy fel kell jutni és meg kell csinálni. Tehát éjfélkor indultunk el, és 7 óra 14 perces mászással, tehát reggel 4-8-ra értünk fel a csúcsra. Tehát 7 óra 14 percet másztunk folyamatosan, tehát durván óránként 1 kilométert haladtunk, tehát nagyjából ez volt a sebességünk. És amikor elindultunk lefelé, akkor nekem egy óra után olyan szinten összecsuklott a lábam, hogy sokszor 5 percre le kellett ülnöm, és leültem egy pontba, és mondtam a gymnek, hogy én itt paradok, nem megyek tovább, és akkor fölrángatott a kötéllel, hogy igenis lemegyünk, és akkor le kell jönni, és fölrángatott a kötéllel, megint léptem 5-öt, és megint összecsuklottam, akkor kivettem a hátzsákomból, vittem föl kólát magammal, az meg volt fagyva a kóla a hátamon, a kólából próbáltam egy picikét inni, kóla egyébként nagyon-nagyon jó hegye, tehát nagyon hamar felszívódik az ember szervezetébe a cukor, és igazából a hegymászok előszeretettel viszik magukkal. Sokan használják ugye fertőtlenítőszerként is, de a hegyen ugye tisztelt a bocsájtott a kólás srácoktól. De ugye tényleg ebből a szempontból nagyon jó, hogy a cukor az nagyon hamar fel tud belőle szívódni, de azért olyan hideg volt, hogy megfagyott a hátam, de még maradt annyi benne, hogy egy picit még tudtam belőle kortyolni. Akkor nyertem egy pici erőt, és ugye tudtam haladni ilyen 5-10 métert, de volt egy olyan pont, amikor elértünk egy meredek sziklafalat, hogy én mentem ugye elől, abból a szempontból, hogyha én elvesztem az egyensúlyomat, akkor a Jamie egy picit meg tud engem tartani hátulról. És én éreztem azt nagyon sokszor, hogy amikor olyan sziklafalhoz értem, ahogy így döltem volna előre, és határon voltam, hogy elveszítsem az egyensúlyomat, akkor éreztem mindig a Jamie-nek a kötelét, hogy egy picit úgy nem rántott meg, hanem úgy éreztem, hogy visszabillent. Tehát annyi elég volt, hogy egy kicsikét hozzájött a kötélhez, de ha nem ért volna hozzá, akkor valószínűleg, hogy leestem volna. Tehát szerintem... Igen, tehát éreztem azt a pontot, amikor tényleg így feladom, ott paradok, de tényleg egy ilyen megmagyarázhatatlan erő letúrál rajtam, és le tudtunk jönni. Tehát a lefelé vezető út az 3,5 órán keresztül tartott. 3,5 órát értünk vissza a meredékházba. Hát nem kameráztam, nem fényképeztem semmit. Itt a Jamie van. A Andi már a meredékházból. Tehát Jamie is a kísérőm, tehát olyan szinten nem bírt a lábunk már a menet, tehát ebbe a tempóba vászorogtunk vissza a házhoz. Ott lehet látni fölöttünk a hegyet, honnan lejöttünk. És itt vászorogott igazából le a Jamie. Itt volt Andrinak egy nagyon megható pillanata, tehát amíg ő lent töltötte ezt a fél napot, illetve egy napot nélkülem a meredékházba. Ezt átadnám neki a szót, hogy ő elmondja, hogy ezt a 10-12 órát ő hogy élte meg lent a házba, hogy ezt sikerült így megmászni. Hát igen, ez már az a felvétel, amikor vártam őket, de tulajdonképpen én már nagyon aggódtam, mert hát láttam, éreztem azt, hogy mennyire rossz az időjárás. Tehát ez a menedékház olyan, hogy két szintje van az alsó szint, ahol lehet tüzet rakni, egy ilyen tűzhelyszerű, meg egy konyharész asztalok, ahol le lehet ülni, egy ilyen közösségi hely. Fönt pedig kicsi szobánk, és ilyen emeletes ágyunk volt, én a tetejében aludtam az emeletes ágynak, és ott már nagyon közel volt a tető, és hát annyira erős volt a szél, hogy arra ébredtem hajnalba, hát olyan 3 óra körül, hogy így az arcomba esik a hó ott benne a házba, tehát ezeken a fa réseken igazából befújta a szél a havat. És akkor hát éreztem is, olyan nagyon hangos volt a szél, tehát azt a fütyülést lehetett hallani, és hát éreztem, hogy itt ez az időjárás, ez nagyon nem kedvező ehhez a mászáshoz, és én akkor már nem is bírtam visszaaludni attól a perctől kezdve. Ráadásul hajnal 5 órakor megérkezett a német mászó, akivel találkoztam, és mondta, hogy hát még akkor jól voltak, és ők mentek tovább, úgy döntöttek. Persze ez egy jó hír volt, hogy még akkor jól voltak, és látta őket, de hát én akkor már nagyon aggódtam. És le is mentem ebbe a közösségi részbe, ők pedig maradtak ott a szobába, és aludtak, hát elfáradtak ők is nagyon attól függetlenül, hogy nem jutottak végig. És én igazából egyedül vártam, hogy világosodjon. Ahogy elkezdett világosodni, onnantól kezdve, mert is folyamatosan néztem a hegyet, de hát ugye annyira felhőbe is burkolózott, meg annyira ilyen sötét szürke volt az idő, távcsövem nem volt, de így próbáltam figyelni, hogy nem látok mozgópontokat, vagy valamit, hogy hátha, vagy valami jelet látnék, hogy mi van velük.
de hát igazából semmit nem láttam, egyszer csak hangokat kezdtem el hallani. És egy zenét, egy ilyen tangó harmonikát, és így mondtam, hogy esküszöm, megzavarodtam. Tehát így gondolkodtam magamban, hogy ez nem lehet 5000 méteren tangó harmonika, hát én biztos, hogy teljesen megbolondultam már, és hát igazából közben nem. Mert egyszer csak megjelentek a ködben kalapok is vannak. Ugye kimentem a házból, hogy hát ezt nem hiszem el, és egyszer csak megjelent egy indián család, népes család, ugye, mint kiderült, azért hát önnáluk már 16 éves kortól elindul a gyerekvállalás, minket nagyon sajnáltak, hogy nem sikerült nekünk az élet, mert még nincsen gyerekünk, azóta már van. De hát ugye önnáluk 16 éves korban már megjön az első gyerek, és náluk a csimborázó szent hely, tehát igazából minden család életébe eljönnek, hogy legalább egyszer eljönnek a hegyre, és tesznek egy sétát. Hát ők mondjuk elgyalogolnak addig, amíg mondjuk az a határ van, ahol már kellene felszerelés, és eltúráznak. Ők már 2 hete gyalogoltak, hogy elérjék ezt a pontot, mint kiderült. És hát igazából én velük találkoztam. Na most itt még ezt a részt bejátszom, mert itt, amikor én megpillantottam a Jamie-t, ugye rögtön, hú, kamera, de jó, megjelentek, és akkor hirtelen leállítottam a kamerát, gyorsan vissza, mert beugrott, hogy de ez csak a Jamie. És akkor elkezdtem futni a Jamie-hez, hogy hol az Attila, mert őt nem láttam sehol, és mondta, hogy hát egy dombbal hátrébb, de jön. Ó, hát akkor nagyon megkönnyebbültem, de hát amikor megláttam, akkor úgy azért elpityeredtem, és Attilának az volt az első mondata, hogy Andikám, tudom, miért fordult ki a térdet, hogy ne gyere velem. Igazából, hát ez egy hajnali kép, amit lehet látni. Így a menedékháztól, és itt lehet látni az indiánokat. Hát itt tényleg 2 hónapos gyerektől kezdve már mindenkit fölhoztak a hegyen, náluk nincsen megállás, tehát valójában megérkeztek, és ez nagy öröm volt számomra, hogy mégsem zavarodtam meg. És igazából a harmonikának a hangját is megmutatom majd, hogy lehessen hallani, hogy én mit éreztem olyan dolognak, amikor azt gondoltam, hogy ilyen nincs ebben a magasságban. Még adjál a hangot. És itt lehet látni, ahol ők megjelentek, és nem sokára látni a felvételen, ahol a harmonikás ül egy sziklán, és ő harmonikázik, miközben a többiek sétálnak föl. De egyébként tehát így tehát egy nagyon jó dolog szerintem, ahogy így összefognak és elindulnak, persze hát a felszereléseik nem azok az igazi téli felszerelések. Viszont volt alkalmam velük elég sokat beszélgetni, tehát kipakolták így zsákból így az ételeiket, hoztak ilyen magokat, mindenfélét engem, és mivel én voltam ott egyedül, egyenként mindenki köszönt nekem. Most álltam az ajtóba, ugye vártam, hogy most megzavarodtam, vagy nem. Akkor megláttam őket így lemerevedve, néztem, hogy jönnek. Ők meg mindenki kezet fogott velem, hogy én vagyok az, aki őket fogadom. A tánc egyébként azért szerintem fáztak. Tehát azért is táncoltak annyira nagyon. Ugye lábmelegítés gyanánt, azért az mindig jól jön. És velük volt egy srác, akinek kb. Annyi volt az angol tudása, mint nekem a spanyol, de ezzel elég jól megértettük egymást, és beszélgettünk így a család dolgokról, hogy náluk hogy működik, nálunk hogy működik. És hát úgy azt mondom, hogy nagyon befogadtak maguk közé azonnal, hogy én is egyek az ételeikből, mindjárt a kezembe nyomta a 2 hónapos kisgyerekét, bemutatta a fél családot, és végül is így próbáltam velük kommunikálni. De menet közben azért ugye nekem állandóan ott volt, hogy hol van Attila, és mindig mentem az ajtóhoz, és így kikukkantottam. Hát ezt ugye nem mondtam el külön, mert annyira nem beszéltem a nyelvet, hogy a sztorikat tudjak mesélni, de azért csak megkérdezték, hogy én mégis mit nézegetek ott állandóan az ajtóba. Én elmagyaráztam, hogy hát a férjem fönt van a hegyem. Ez volt reggel 7 órakor, és így nézték, odaállnak, és mondták, hogy nincs jó idő. És én mondtam, hogy egyetértek, és az öregek úgy döntöttek, hogy ők kivonulnak imádkozni a hegy szelleméhez Attiláért. És ez akkor volt, amikor utólag megnéztük az időt, amikor Attila azt mondta, hogy ott marad. És tehát imádkoztak érte, erről is lesz majd egy kép, itt van ez a tűzhely,
ő volt az, aki tudott beszélni angolul, aki telefonál, és ő volt a kisbabájuk. És itt csináltam is róla egy fényképet, illetve csináltam az idősekről is, amikor imádkoztak Atiért. És éppen arra gondoltam, hogy olyan jó, hogy csináltam róluk felvételeket, meg fényképet, mert igazából ők elmentek, mielőtt Attila megérkezett volna, és így komolyan megfordult a fejembe, hogy úgy lehet, hogy nem is léteztek. Csak így a gondolatomból tényleg megzavarodtam, de amikor így visszanéztem a felvételeket, akkor mondom, ez tényleg igaz, ez megtörtént velem. Tehát ez is egy olyan élmény volt számomra, amire azt mondom, hogy még így is alig hittem el, hogy ott voltam, hogy most ezt nem álmodom, vagy nem csak az elmém füleménye. És így lehet látni, ahogy ők tulajdonképpen elmentek, és úgy a ködből, ahogy jöttek, el is mentek. Tehát itt, ahogy eltűnnek a kalapok, és elbúcsúzom tőlük. És ezután érkezett meg Attila. Amit mondtunk, nagyon-nagyon nehéz így beszélni, ezt a két történetet akartuk kiemelni, de számtalan, tehát heteken keresztül tudnánk az érdekesebbnél érdekesebb történeteket elmondani. Amit most elmondtunk, ez összesen az egy évből, tehát két hét volt, egy hét Nepálba, és egy hét ugye Ekvádorba, tehát rengeteg olyan élményünk volt, tehát... Persze meghatározó két hét volt. Igen, buvárkodunk igazából mind a ketten, rengeteget volt alkalmunk, főleg Indonéziába merülni a helyekkel, tehát részt vettünk ilyen szigonyos, szabadidős vadászaton, tehát sikerült elejtem egy hatalmas nagy barakudát lemerülve 10 méterre szabadidővel. Tehát rengeteg olyan élményünk volt, ami meghatározta az utat, meg összekovácsolt minket, és ezeket gondoltuk elmondani, ezt fért bele az időbe. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattak minket. Köszönjük szépen. Köszönjük. Bármi az úttal kapcsolatos kérdés, akkor nyugodtan lehet. Miért voltatok olyan kevesen? Sokkal több időt terveztünk Afrikába tölteni, csak egyszerűen a repülőjegyünket úgy tudtuk felfűzni, hogy... Egy évig érvényes ez a repülőjegy. Egy évig volt érvényes, tehát egy évvel kellett mindenképpen szűkíteni, és semmilyen más programon nem akartunk lemondani. És így igazából, tehát ilyen kompromisszumot kellett kötnünk önmagunkkal, tehát két hét jutott sajnos. Tehát rengeteg olyan ország van, ahová még szeretnék visszamenni, tehát nagyon jókat hallottam. Tehát engem nagyon érdekelnek például az esőerdei, az afrikai esőerdei régió, akár egy ilyen kongói túra, ahol igazából még tényleg az Afrikának az igazi érintetlen esőerdei világát, mert többi helyen, tehát rengeteg helyen már kerítés van, de még az esőerdő rész az, ami igazából az embert úgy a régi Afrika talán még megérinti, de én biztos, hogy vissza fogok még menni Afrikába. Én azt szoktam mondani, hogy itt az idős és tapasztalt vadászokat idézem, hogy először, amíg az ember fiatal és megteheti, menjen a hegyekbe vadászni, túrázni, mert azt szokták az öregek tartani, hogy Afrikára majd ráérünk időskorunkba is. Tehát ezt a hitvallást tartom, hogy Afrikában ugye a sík területen, tehát nem kell olyan túlzott olyan jó kondíció. És vannak. És vannak, igen, de még akár egy Kilimandzsárót említve. De én azt mondom, hogy Afrikát azt lehetőleg idősebb korban akarjuk majd jobban feltérképezni. Eleinte most, ami nekem a távlati célom, az nagyon kimaradt például ezek a keleti, tehát akár az Oroszország környéki országok, tehát egy Azerbajdzsán, Tadzsikisztán, Pakisztán, illetve egészen tehát a kamcsatkai rész. Tehát van egy ilyen távlati tervünk, de ez csak egy ilyen távlati terv, meglátjuk, hogy jönnek hozzá az anyagiak, illetve az idő is. Tehát ugye van a kisfiunk, az most másfél éves, de van egy ilyen tervünk elérni az 5 éves kort, és mai napig úgy neveljük, hogy pálkozzal lakunk egyébként egy erdőszéli kis faházba. A Levi már igazán volt, tehát az, hogy a kaputól feljussunk a házig, az 70 méter, és emelkedik körülbelül olyan 40 méter szint, vagy nem tudom, 10 métert emelkedik így fölfelé, ott már egyedül végigszalad másfél éves korába, tehát abszolút edződik. Van egy ilyen tervünk, hogy mielőtt menne iskolába, előtte szeretnénk egy ilyen ázsiai túrát megcsinálni még egyszer, tehát úgy, hogy elindulni. És megmondom őszintén, visszakanyarodok egy kicsit az Észak-Amerikához, hogy elmentem ugyan két hétre, de nem adta azt az érzést, mint amit vártam volna tőle. És most így megfogadtam magamba, hogy
hogy nem igazán szeretnék elmenni így 2-3 hetekre sehová, mert már nem adja azt az érzést, amit én várnék egy utazástól, hogy átszellemülve ezt tud megélni, és nagyon szeretnénk azt megcsinálni, hogy kivárni ezt az időt, és inkább gyűjteni, és újra együtt megcsinálni egybe egy ilyen fél éves túrát, de azt valószínűleg, hogy csak Ázsiára összpontosítanánk. Talán Ázsia volt az a kontinens, ami az emberek vendégszeretete, a kultúrák, a hegyeknek a szépsége miatt talán megfogott minket. Igen, úgy terveznénk, hogy akkor együtt. Kicsit szeretnék kérdezni, hogy a segítők, tehát a szervezések már előre, a segítők megvoltak, vagy még ott a helyszínen sikerült? Csak a vadászatok voltak előre megszervezve, illetve a nagyobb repüléseink, amik itt mondjuk be is voltak jelölve, de például a rövidebb távú repülések, ilyen helyi járatok, vagy az egyéb közlekedés, az, vagy szállás, ilyesmi, az semmi nem volt. Tehát igazából a szervezés az azt jelenti, hogy így nagyon utána néztünk az egész országnak, illetve annak a kultúrának, és hogy mi az, amit mi szeretnénk ott megnézni. Tehát volt egy tervünk, hogy az országnak melyik részére szeretnénk eljutni. Persze a terv azért volt, hogy mindig meg lehessen szegni, de legalább az embernek egy elképzelés, hogy merre induljon, vagy hogy ha mondjuk kilépünk egy terminálból, akkor így tudjunk rajta gondolkodni, most jobbra vagy balra, de azon kívül semmi konkrétum nem volt megszervezve. Tehát pont azért, hogyha odaérünk valahová, akkor ne legyen egy stressz. Tehát már ez is egy kötelék, hogyha valahova oda kell érni, vagy van egy kiválasztott dolog, hanem tényleg hagyjunk esélyt arra. Nem, tehát igazából direkt nem vittünk GPS-nek hasonlókat, hogyha el kell tévedni, akkor tévedjünk el, mert valószínűleg azért tévedünk el, hogy valaki olyannal hozzon össze a sors, akivel egyébként nem találkoztunk volna. És ez igazából tényleg be is vált az út során végig, és a segítők pedig mindig ott voltak, amikor ott kellett, hogy legyenek. Ehhez már olyan szinten hozzászoktunk, hogy szinte vártuk. Tehát, hogyha megfogalmazódott egy kérdésünk, legyen az egy teljesen hétköznapi kérdés, hogy lesz-e ATM valahol, most csak mondok egy ilyet, akkor is már nem is néztük utána, mert tudtuk, hogy nem kell sokat várni, és jön valaki, aki fogja mondani. Tehát minden kérdésre jött a válasz, amikor így kigondoltuk előre. Tehát ilyen szempontból még ennyit se kellett volna szervezni, tizedétse. A vadászatok körül rengeteg, az nagyon fontos volt, hogy van például olyan vadászat, például itt a visszatérek a Kékkoshoz, hogy vannak olyan hegyi vadfajok, amit ha az ember el szeretne ejteni, akár éveket is kell várni arra, hogy licenszt kapjon rá a vadász. Tehát a Kékkosra is 2-3 éves várakozási lista van, és olyan szerencsével tudtam a licenszhez hozzájutni, hogy volt egy visszamondás, hogy valaki visszamondta, és így be tudtak tenni a helyére. De a vadászatokat viszont nagyon fontos volt előre lefixálni, mert ott ugye van vadászszezon, vannak szabályozások, meg sok olyan dolog, ami miatt az muszáj volt előre. Tehát az nem úgy néz ki, hogy oda megyünk valahová, és akkor hát itt most vadászhatók, tehát nem, hát ott megvannak, hogy hány darab példányt lehet abban az évben elejteni, meg nagyon sok szabály. Nagyon jó példa erre például Zimbabwében a leopárdnak a vadászata, hogy Zimbabwében egy 300 ezer hektáros vadászterületen vadásztunk, és a 300 ezer hektáros vadászterületen 5 darab leopárdra adtak helyettesítési lehetőséget. Tehát ez a 300 ezer hektár, ez Belgium nagyságrend. Tehát ez ekkora területen, tehát 5 példányt ejtenek el egy évben belőle. Tehát összesen ilyen licenszeket adnak ki. Illetve mondjuk ott is úgy kell ezeket a mértékeket elképzelni, hogy mondjuk Afrikában, tehát azon a területen, ahol mi voltunk, mondjuk tehát a ragadozók, oroszlánok, leopárdok, vadkutyák, egyebek, tehát mondjuk naponta 200, sőt ez csak az oroszlánok elejtése volt, 200 példányt szereznek meg zsákmánynak táplálékul, és ugye még az oroszlánokon felül jön az összes többi ragadozó, és úgy néz ki mondjuk az évi kvóta a vadászatra, hogy a ragadozók által elejtett példány számnak az 1%-át vadászhatja az ember. És igazából nem vadászhatja, azt írja, ez nem egy ilyen szám. Tehát igen. Ha kiszámolják, akkor nagyjából, amit a ragadozók elejtenek, az nagyjából az 1%, amit a vadászok által zsákmányolt példányok. Tehát a legális vadászatról van szó, tehát az orvadászattal nagyon nehezen számolnak. Igen, most már minden trófea hazaérkezett, és a tavalyi, nem tudom, hogy ki annyira ismerős a vadászoknak, ugye, ismert a FEHOVA, az a fegyverhorgászvadászati kiállítás, mindig a Hung Expo területén van tavasszal, idén februárban volt. A tavalyi FEHOVA kiállításon volt a könyvünknek a bemutatója, az első könyv bemutatója, és ott az összes trófeát kiállítottuk, ez 40 különböző vadfaj volt igazából, amiről a kiállítás készült,
és tervezünk ezeknek egyet. Most nem fél igazából, mert most ez be van tárolva, csak egymás hegyén hátámon is nem lehet megnézni, és a trófa gyűjteménnyel se az a célom, hogy magam nézegessem, hanem mindenképpen a közjavára szeretném ezeket fordítani, hogy a fiatalság, az utánunk következő generáció, vagy a gyerekek ebből tanulhassanak. És van egy állami cég, a Vadex ZRT Fejér megyébe, aki üzemelteti a Fejér megyei erdőket, illetve ott vadgazdálkodik, és velük karöltve dolgozunk egy Fejér megyei, egy ilyen természettudományi múzeum létrehozásán, és ott lennének ezek a trófák elhelyezve. Ez a múzeum, ez a Pákozd és Sukrói arborétumban létesülne. Tehát az autópályán, Fejér megyében nem nagyon van még ilyen szintű múzeum. Ugye holnapi napon lesz pont a 60-i Raslakó és kastélyban a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei vadászati múzeumnak az átadója. Ez pont holnapi napon lesz, de itt Fejér megyében nincsen, és itt szeretnénk egy ilyen múzeumot létrehozni. Ez most olyan szinten van, hogy a megyei közgyűlés elfogadta a múzeumnak a létrehozását, és megvannak a tervek, tehát beletervezték igazából a múzeumot a helyi domborzatba, és most igazából a Vadex-szel közösen meg a Pákozdi önkormányzattal, tehát valamilyen forrást várnak hozzá, hogy ez felépülhessen. Tehát van egy ilyen hosszú távú tervünk még a tófákkal kapcsolatban. Hát mi itthon is mindenevők vagyunk, tehát igazából nem volt olyan gond, attól nem féltem, hogy bárhol ne ennék meg bármit. Utcáról ettünk többnyire, tehát ezekből az utcai kifőzdékből vagy utcai árusoktól. Igazából náluk friss étel van, mert vagy ott vágják az állatot nem sokkal előtte, vagy mondjuk ha elkészítik, akkor is friss a hús, vagy megsütik, tehát eleinte mondjuk se zöldséget mertünk enni, mert elég bizarr volt, hogy a 40 fokban ott állt a hús, de viszonylag hamar elfogy nekik, tehát nem állítják ki egész állónapra, hanem mondjuk frissítik az árut. Többnyire nem volt probléma, én mondjuk kaptam egy ételmérgezést Indiába, de nem utcai árustól, hanem pont akkor volt, amikor találkoztam a barátnőmékkel, és igazából én már akkor ettem utcáról, mert én egy nappal korábban érkeztem, a tibeti menekült negyedbe beszéltük meg a találkozót, ott is aludtam, és reggel, amikor vártam őket, akkor mondtuk, hogy hát még nem megyünk olyan helyre, és tehát, hogy ők nem lesznek mindjárt az utcáról, és akkor ilyen próbáltunk mondjuk ilyen éttermeket, vagy olyan helyeket, és hát az egyik étteremben sikerült egy ilyet beszereznem, egy ételmérgezést. Jó, persze az sem olyan étterem, mint amit itthon el kell képzelni, tehát mondjuk azért a legyek elleptek mindent, meg a mosogatás is, tehát az, hogy egy merő korom minden, és egy sarokban mondjuk így leslagolják az edényeket. Tehát ez volt az étterem, de hát itt kaptam, mert az utcán, hát igazából Ázsiában az nem feltűnne valaki kézzel eszik, ott az evőeszközök néztek ki nagyon rosszul, de mondjuk így enni ott természetes, és így nem kaptam el semmit az utcáról. Nekem volt egy ilyen ételallergiám, de igazából azt is egy ilyen 5 nap alatt átvészelhetők. Nekem Kínában volt ilyen étellel problémám, de ott nem jöttünk rá, hogy mi volt a baj. Tehát itt egy olyan városba kényszerültünk egy ilyen 5 napos, úgymond kényszerpihenőre, hogy egyik reggel fölkeltem, és így lábon vízkedett egy ilyen piros folt. Nem is tulajdonítottam neki jelentőséget, hogy megvakartam, és eltelt 5 perc, és levettem a pólót, és Andi mondja, hogy milyen a hátad, és az egész testemen, mint egy ilyen himlő, ilyen nagy vörös foltok keletkeztek, de szinte szemmel láthatóan növekedett, tehát eltelt ilyen 10 perc, és az egész testem tellett a hajam minden ezzel a piros foltokkal, és úgy viszkedtem az egész testem, mint egy bolhás kutya, az egész testem viszkedett, és azonnal elmentünk egy ilyen helyi orvoshoz, és ahogy meglátott, nem is kérdezett semmit, csak beültetett egy székbe, és 6 fajta infúzióra rákötöttek. És ezek a piros pontok... Hat különböző anyagból kevert szó. És ezek a piros pontok, ezek így szemmel láthatóan, tehát láttam magam, hogy ezek itt tűnnek el róla. És egy óráig... Alatt. És akkor egy órán keresztül folyt bennem az infúzió, amikor levették róla az infúziót, újra ezek a piros pontok így visszajöttek. És mondta, hogy egy pár napig járni kell hozzá. És akkor az volt, hogy igazából nem tudtunk ugye beszélni velük semmilyen nyelven, tehát az orvos se beszélt angolul, csak kínaiul. És van nekem egy barátom Székesfehérváron, aki Kínában tanult egy katonaorvosa, és Kínában tanult kint nagyon sokáig itt tanult az akupunktúrát, sőt hívtuk fel, hogy segítsen valamit fordítani,
tehát elmagyarázta a doki, hogy milyen allergia ez. De az lett a tünete, hogy amikor megkaptam az infúziót, meg kaptam rá egy kenőcsöt, akkor reggel meg este kellett mennem el az infúzió kúrára, én nem éreztem semmilyen hatását, csak az, hogy vízketek. Még az őrület, és úgy néztem ki tényleg, mint egy ilyen... Hát valójában nem tudtuk meg, hogy mi volt a valós probléma, csak annyi, hogy azt mondta, hogy ő most egy hétig csak rizst tegyen, semmi mást, meg vizet igyon. Ezt betartottam, és az volt igazából, hogy amikor megkaptam az infúziót, mindig elmúlt az a piros pont, és ahogy teltek a napok, annál később jött vissza. Annál ritkább. Tehát annál ritkább. Tehát amikor már megkaptam az infúziót, akkor csak mondjuk 3 óra múlva jött napi újra rajta. Napi kétszer kellett menni. És akkor ahogy teltek a napok, az 5. nap után már nem jött vissza, akkor elmúlt. Tehát igazából nem tudjuk, hogy mi volt konkrétan. Tehát ez volt a kettő ilyen probléma, de egyébként nagyon más nem volt. De mindent tettünk, tehát tényleg a lőtt vadfajból ettünk, a krokodilból, a medvéből sülteket, meg tényleg ettünk tengeri malacot, kínába a kutyát, mert más nem tudtunk enni. Tehát azt nem ettük meg, mert igazából biztos, csirkét amit, értünk. Amit kaptunk, csak nagyon gyanítottuk, hogy az nem csirke volt. Nagyon érdekes volt a Galápagoszi tartózkodásunk, egy nagyon speciális élőhely, ahol igazából harmóniában él az ember a természettel, olyan szinten, hogy van egy alapszabály Galápagoszon, hogy semmihez nem érünk hozzá, tehát állatra gondolnak. És ott élnek a fókák, a pingvinek, a pelikánok, a madarak az emberek társaságában, olyan szinten, mintha itt beszélgetnénk, és 3 fóka ott feküdne, 5 pelikán. Ott van, akkor a tengerileg... Mi cirkán a lábunk között. Akkor a tengerileg válok itt mászkálnak a lábunk között, és az olyan szinten elfogadott, hogy senki nem ér hozzájuk, de ők is abszolút barátsággal viszonyulnak az emberhez. Ugye a galápagoszi óriás teknős is, ha az ember bemegy a vízbe, akkor 2 méteres látótávolság az ember mellett ott úszkálnak azok a több 100 kilós galápagoszi teknősök. A fókák, amikor kamerázunk, akkor a természetes élőhelyén a tengerben oda jön, és az órát hozzányomja a kamerához, mert annyira kíváncsi, hogy odaérinti az órát. Tehát van olyan fényképünk, hogy tényleg így... Akkor pont én búvárkodok, és így ide dugta az órát. És megáll az ember, nem szabad hozzájönni, de ő is csak így jön. De olyan közel, hogy ilyen 2 centire oda jön a fók az emberhez, és ez a természetes, tehát nem élőhelyén. Mert veszélyes tud lenni a fók, tehát tényleg ők... És nagyon nagy hangsúlyt fordít az ottani kormány ennek a természetnek a megőrzésére, és tényleg ez a harmónia, ez a mai napig fenntartják, és vannak különböző programok, például az óriás teknősnél, hogy szaporítják is ezeket, mert amikor a legelső hajósok ide Galápagoszra megérkeztek, tehát itt is ugye ment a tömeges mészárlás, elindult ez, hogy nagyon nagy szerepe volt, és nagyon nagy kereskedelmi átbevételt nyertek az akkori megérkező hajósok, például a teknős húst forgalmazták, meg a teknős páncélt is eladták, és úgy vadászták erre, mint ahogy a Molnár Gábor régi könyveiben lehet olvasni, amikor az Amazonas dzsungeléből kimentek a hajósok, és megbújva, amikor a teknősök kijöttek ugye a homokpadokra, akkor előrohantak, ugye a teknősök azok menekültek volna vissza a vízbe, de hamarabb odaért a futó ember, és az volt a cél, ilyenkor úgy vadászták ezeket, hogy minél több teknőst a hátra fordítottak, tehát mentek tovább, és hátukra fordították a teknősöket, és akkor így mészárolták le ezeket, de ezt teljesen megállt Galápagoszon, és visszanyerte az eredeti élőhelyét ugye a sziget. Az érdekessége még, hogy a mai napig is olyan 10-20 évente, de nem többet, ilyen 10-20 évente fedeznek fel új fajt. Olyan szinten, hogy ezt folyamatosan tudósok kutatják, és ugye az áramlatok hátán ilyen faronykökön, aki ezt a hosszú utat túléli, de ez tényleg ilyen 10-20 éven tetszett történik meg, hogy felbukkan még a mai napig is egy-egy új faj a szigeten, akik oda sodródnak ugye az áramlatok hátán. Meg hát itt ugye, tehát pont figyelik. Az állatok közelsége, meg a sokfélessége az, ami annyira megragadott minket is, tehát nem véletlen, hogy Darwin is itt jött rá tulajdonképpen az evolúciós elméletére, itt fogalmazódott meg benne. Jó, hát már sokan már vitatják, de igen, de igazából ez volt az a hely, ahol igen, ő neki ötletet adott ez a konkrétan, elmélet. Tehát a legérdekesebb van a pinyféle, amit a Darwinról is neveztek, a Darwin pinty, ami igazából 6 különböző fajtáját különböztetik meg Galápagoszon, és az érdekessége, hogy a színezetük az egyforma,
de viszont a csőrhosszúságuk az változott, és azt mondta, meg a csőrforma, és azt mondta Darwin, hogy ezzel lehet a legjobban az evolúciót felmérni, hogy a szigeteknek a különböző pontjain, hogy ezek a pintek éltek, és más-más a táplálkozási módjuk, valamelyik gilisztát teszik, valamelyik növényevő, és amilyen táplálékhoz jutottak, úgy formálódott ki a csőrhosszuk. Tehát aki mondjuk földből szedik ki a gilisztát, annak hosszabb csőre lett, és ez ugyanaz a pinyfajta, csak a egyes részeken, tehát máshogy fejlődött ki a csőrhossz. És ez is az egyik elmélet volt, ami alapján fölállította az evolúciós elméletet. Ja, a komodó, az meg tényleg, hát igen, tehát a világ legszebb búvár paradicsomai közé tartozik, és az élővilágával is egyedülálló. Ezek a varánuszok, a komodói varánuszok teljesen vadon élnek a szigeten, és teljesen tiszteletbe tartja az ember. Táplálkozásuk az eléggé egyedi. Olyan formában táplálkoznak, hogy rengeteg vízibivaj él a szigeten, és a fő táplálékát ennek a komodói varánusznak a vízibivaj teszi ki, tehát a kisebb példányok. És úgy táplálkozik, hogy megharapja az áldozatát, és az áldozat az harapás után igazából nem képes arra, hogy megfogja, elkapja, de megharapja, és elfertőződik, és elpusztul a vad. Egy-két-három napon belül követik, és úgy megeszik igazából, tehát több napig rájárnak erre a dögre, és elfogyasztják. De a víz alatt élő világa is egyedülálló. Több alkalommal búvárkodtunk komodon, rengeteg mantát sikerült ilyen kézműtársa távolságról megfigyelni. Nagyon-nagyon sok cápafajt tudtunk komodó környékén megfigyelni. Tehát az élő világ az itt is egyedülálló. És az indonéz emberek meg tényleg annyira barátságosak, hogy bármikor visszamennénk Indonéziába. Arról nem beszélve, hogy ezt nem is tudok elmondani, hogy egy hónapot töltöttünk ugye Indonéziába. Igen. És úgy, hogy reggel este tehát egy panziószerű szálláson aludtunk, naponta folyamatosan ittuk a gyümölcs koktélokat, meg az összes helyi gyümölcsöt, és ez egy hónap alatt ilyen 70 ezer forintnál, tehát ha akartunk, se tudtunk többet elkölteni, de ebben benn volt a búvárkodás minden, tehát olyan szinten olcsó a motort béreltünk 200 forintért három napra, tehát olyan szinten olcsó Indonéziában az élet, hogy tényleg a legolcsóbb ország közé tudnám besorolni. 200 forintért úgy jól laktunk, hogy egy szalat nem fért volna többen én. Tehát az ember kimegy oda, és semmilyen programot nem szervez le, egyszerűen tényleg ebből az összegből. Persze változó, hogy melyik résznek, Bali drágább, ugye azt felkapott pedig a turisták szempontjából is, de nagyon sok olyan rész van, ahol nagyon olcsó. Igen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak minket. Köszönjük szépen.